az anachroni a végítélet árnyékában az anachroni társasjáték kiegészítője, ami három új modult tartalmaz, ezek külön-külön is használhatók, valamint bizonyos mértékben egymással is kombinálhatók. A doboz tartalmazza a magyar játékszabályt, továbbá a végítélet napja, az új föld hírnökei és a világtanács őrzői kiegészítő játékelemeit. A végítélet napja kiegészítővel különböző kísérleteket végezve aktívan befolyásolhatjuk a becsapódáshoz vezető események sorát, és akár el is kerülhetjük a katasztrófát. Az eszmék azonban nem gondolkodnak ugyanúgy ebben a kérdésben, így a játékosok között érdekütközés alakulhat ki. Ezt a kiegészítőt használva a becsapódás lapka nem a negyedik és az ötödik idővonal lapka közé kerül, hanem az ötödik és a hatodik idővonal lapka közé, és az idővonal előkészítése után véletlenszerűen választva helyezünk egy-egy első szintű kísérletkártyát minden idővonal lapka alá, képen lefelé. A megmaradt első szintű kísérletkártyákat helyezzük vissza a játék dobozába, anélkül, hogy megnéznénk, hogy mik ezek. A játék kezdetekor az első szintű kísérletkártyát fordítsuk meg képpel felfelé. Helyezzük a végítélet táblát a központi játéktábla mellé. Ez a bővítmény innentől kezdve a központi játéktábla része. A két iránykocka kerüljön a számukra kijelölt helyekre. Egy föld megmentése és egy végzet megpecsételése jelölő kerüljön a számukra kijelölt kezdőmezőkre. A másik két ugyanolyan jelölő tartalék, ezekre alapjáraton nincs szükség. Keverjük meg a második szintű kísérletkártyákat, és képezzünk belőlük egy képpel lefelé fordított paklit a központi játéktábla mellett. Mielőtt kiválasztanánk a játékhoz az 5 célkártyát, keverjük bele ezt az új, kimondottan ehhez a kiegészítőhöz tartozó célkártyát a többi célkártya közé, és ezzel elő is készítettük ezt a kiegészítőt. A játék során az első előkészületi fázisban a következő szuperprojekt felfedése mellett meg kell fordítani a következő első szintű kísérletkártyát is, és amennyiben valamelyik idővonal lapka alatt ebben az első fázisban nincs kísérletkártya, akkor az üres helyeket a második szintű kísérletpakliból kell feltölteni, tehát egy-egy második szintű kísérletkártyát kell az üresen maradt helyekre felfedni. A játék során egy új akció lehetőség nyílik meg, ez a kísérlet. Erre a gyűjtő hexamezőre a megszokott módon csak exopáncéllal lehet érkezni, de a mező bármennyi exopáncélt tartalmazhat. Csak azt a kísérletet tudjuk végrehajtani, ahol aktuálisan a fókuszjelölünk áll. Emellett teljesülnie kell a kártya alján középen látható feltételnek is, és ki kell fizetni a jobb alsó sarokban látható költséget. Az idővonal védelmi doktrinánál például rendelkezünk kell 6 fel nem használt behíváslapkával, emellett pedig el kell vennünk egy paradoxon jelölőt. A megszorításoknál a morál jelölőnkkel nem lehetünk negatív győzelmi pontot érő tartományban, ezt követően pedig vissza kell léptetnünk a morál jelölőnket egy mezővel. Amikor sikeresen végrehajtunk egy kísérletet, akkor elvesszük azt a kártyát, és a saját játékos táblánk mellé helyezzük. Ezt követően vagy a föld megmentése, vagy a végzet megpecsételése jelölőt kell léptetni, attól függően, hogy melyik eszmével vagyunk. Amennyiben a harmónia, vagy a megváltás útja eszmével játszunk, akkor a kísérlet végrehajtása után a föld megmentése jelölőt kell egyel feljebb csúsztatni. Ha pedig a megváltás, vagy a fejlődés útja eszmékkel játszunk, akkor a kísérlet végrehajtása után a végzet megpecsételése jelölőt kell egyel lejjebb csúsztatni. Ezt követően annyi győzelmi pont jelölőt kell magunkhoz venni, amennyi a végrehajtott kísérletkártya jobb felső sarkában látható. Végezetül pedig a megfelelő jelölő léptetése után további győzelmi pontok járhatnak. Minden eszmének saját sávja van, és amennyiben a léptetett jelölő mellett a saját sávon győzelmi pont látható, akkor az adott játékos további győzelmi pontokat vesz ki a közös készletből. Vannak olyan eszmék, amik a léptetés korai szakaszában adnak győzelmi pontokat, más eszmék azonban akkor adnak majd győzelmi pontokat, amikor a sáv vége felé közeledve egyet-egyet léptetünk. Ennek a kiegészítő táblának tehát ez a része eszme specifikus, és ezáltal az eszmék céljai is jól kivehetők. Erre az akciómezőre bármilyen munkással lehet érkezni, sem előny, sem hátrány nem jelentkezik egyiknél sem. És fontos, hogy nem lehet további lépéseket tenni a végítélet sávon, amennyiben már megtörtént a becsapódás, vagy valamelyik végpozícióba
már odaért az egyik jelölő. Tehát ha a föld megmentése jelölő a sáv végén áll, vagy a végzet megpecsételés jelölő a sáv másik végén áll, akkor már további lépések nem tehetők a végítélet sávon. Ettől függetlenül végrehajtatok további kísérletek, de ilyenkor csak a kártyák jobb felső sarkában látható győzelmi pontok járnak, a kiegészítő tábláról már nem szerezhetők további pontok. A hatodik korszak vége fázisban a kiegészítő táblának a jobb alsó felét kell figyelembe venni, itt látható is ez a jelzés a hatos fázisra vonatkozóan. Először is dobni kell mind a kettő kockával. A dobókockákon plusz, mínusz, illetve üres oldal szerepel. Figyelembe kell venni a dobott szimbólumokat, illetve a két jelölő által meghatározott sorokat, és meg kell határozni a plusz-mínusz szimbólumok arányát. Jelen esetben ennél a jelölőnél sem plusz, sem mínusz szimbólum nem látható. Itt viszont van egy mínusz szimbólum. Ez összesen tehát kettő mínusz és egy plusz szimbólumot jelent. Ha több a mínusz szimbólum, akkor a becsapódás lapkát egyel balra kell mozgatni, így tehát egy korszakkal korábban fog bekövetkezni a becsapódás. Ha például a plusz szimbólumokból van több, itt ez most kettő plusz szimbólumot jelent, ez három a kettő mínusz szimbólum ellenében, akkor a becsapódás lapkát egyel jobbra kell mozgatni az idővonalon, tehát a becsapódás így egy korszakkal később fog bekövetkezni, és amennyiben ugyanannyi plusz és mínusz szimbólum fordul elő, a becsapódás lapkát nem kell mozgatni. Fontos, hogy a becsapódás lapka a jelenlegi korszak elé nem kerülhet. Ha ez megtörténne, akkor egyszerűen nem mozgassuk a becsapódás lapkát, az aktuális forduló végén megtörténik a becsapódás, és ha a végítélet megpecsételése jelölő már a sáv legalján van, akkor nem kell dobni az iránykockákkal, hanem automatikusan a jelenlegi korszak mellé kerül a becsapódás lapka. Tehát tulajdonképpen a becsapódás azonnal megtörténik. Ha pedig a föld megmentése jelölő a sáv tetején látható, az azt jelenti, hogy sikerült felkészülni a játékosoknak a föld megmentésére, a becsapódás nem történik meg egyáltalán, és a játéknak azonnal vége, a megszokott módon pontszámolásra kerül sor. Játékvariánsként a második szintű kísérletkártyákat a megkeverésük után fordítsuk képpel felfelé, így a legfelső, második szintű kísérletkártyát a játék során végig mindenki láthatja. Emellett pedig nem csak az első fázisban kerülnek feltöltésre az üresen maradt helyek, hanem azonnal pótolni kell az üresen maradt helyeket újabb kártyákkal. Ez volt tehát a végítélet napja kiegészítő, a hozzátartozó célkártyával a legtöbb kísérletet végrehajtó játékos 3 pontot szerezhet. Az Újföld hírnökei kiegészítőben az eszmék új mérnöki és tudományos megoldásoknak köszönhetően áttörő módszereket dolgoztak ki, amelyekkel exopánciaikat neutrónium, urán, titán és arany, sőt találmányok felhasználásával tovább tudnak fejleszteni. Ennek köszönhetően a neve nincs legveszélyesebb területe is hozzáférhetővé válnak, ezekre a területekre expedíciókat lehet vezetni. Helyezzük az expedíciótáblát a központi játéktábla mellé, keverjük meg külön-külön az 5 plusz, illetve a 10 plusz erőszintű kártyákat, és képezünk belőlük egy-egy képen lefelé fordított paklit az expedíciótáblán kijelölt helyeken. Helyezzük az expedíció kockát a táblán számára kijelölt helyre. Miután minden játékos választott egy eszmét, vegye magához az eszméhez tartozó exopáncélfejlesztő játékostáblát. Az 5 célkártya véletlenszerű kiválasztása előtt keverjük bele a legtöbb sikeres expedíció kártyát a pakliba, továbbá ezt az áttekintő kártyát is helyezzük mindenki számára könnyen elérhető helyre. A tábla bővítmény egy új akció lehetőséget kínál, ez az expedíció. Ez egy hexa gyűjtőmező, tehát exopáncélban bármennyi munkás ide helyezhető. Amikor ezt az akciót használja valaki, akkor először is ki kell számolnia, hogy az exopánciájának mennyi az aktuális erőszintje. Ezt követően az egyik saját eszmélőlőt az expedíció táblára kell helyezni fentről az első üres mezőre. A letakart mező erőszint növekedését hozzá kell adni az exopáncél erejéhez, így tehát az első kettő mezőn növelhető az erőszint, a harmadik mezőn nem történik semmi, utána azonban gyengül az erőszint. Ha már nincs szabad kör alakú mező, akkor nem kerül a táblára újabb eszmejelölő, automatikusan 3-mal csökken az erőszint. Ezután választani kell a két expedíció pakli közül egyet, és annak megfelelően egy vagy két vízköltséget ki kell fizetni. A választott pakliból fel kell húzni a felső kártyát,
És ezen felül még annyi kártyát lehet húzni, ahány találmány található az exopáncér fejlesztő játékostáblán, de akármennyi kártyát is húzunk fel, csak egyet választhatunk, a többit pedig képpel lefelé kell az adott pakli aljára helyezni. Ezután dobni kell az expedíció kockával, és az adott értéket hozzá kell adni a teljes erőszinthez, ezek a plusz erőszintek 1-től 6-ig terjedhetnek. Végül pedig össze kell hasonlítani a teljes elért erőszintet a kiválasztott expedíciókártya erőszintjével. Ha az exopáncélunk erőszintje nagyobb vagy egyenlő, mint a kártyán található érték, akkor az expedíciókártya siker részét kell figyelembe venni, ez a zöld felfele mutató hüvelykúj. Ha pedig a teljes erőszint alacsonyabb, akkor a kártya kudarc részét kell figyelembe venni. Ha a kártya siker részét hajtjuk végre, akkor a végrehajtás után a kártyát a saját játékostáblánk mellé kell helyezni. Azonban ha kudarc részt kell végrehajtanunk, akkor a kártya a hatás végrehajtása után a hozzátartozó pakli aljára kerül képpel lefelé. Az akciónak nincs munkásokra vonatkozó kikötése, tehát sem előny, sem hátrány nem fogalmazódik meg egyik munkása kapcsolatban sem. A legtöbb expedíciókártya különböző erőforrásokat biztosít, és ez általában egyszerű jutalmat jelent, azonban vannak olyan kártyák is, amelyeknek tartós hatása van, és ezt figyelembe kell venni a játék további részében. Az ilyen kártyáknál a mező lilás árnyalatú, így könnyebb követni ezeket a hatásokat. Ezen az összefoglaló kártyán látható, hogy melyik pakliban milyen erejű kártyákból mennyi található, így könnyebb felmérni a lehetőségeinket és az esélyeinket. Az exopáncér fejlesztő játékos táblához újabb akciók tartoznak, növelhetjük az exopánciaink erőszintjét, ez a tábla alsó részében látható. Adott nyersanyag befizetésével meghatározott mértékben növelhetjük az erőszintet. Az ide helyezett kockák értéknövelő hatását figyelembe kell venni az erőszint megállapításakor. Két táblán bármilyen munkás végrehajthatja ezt az akciót, itt csak mérnök. Ebben az esetben pedig eszmeakcióval hajtható végre ez az akció, de ez egy víz költséggel jár. Az erőszint növekedések is egyediek, így figyelembe kell venni a saját lehetőségeinket. 4 eszméből 3 nulla erőszinttel kezd, az uralom útja azonban 2-es alap erőszinttel rendelkezik. A másik új akció lehetőség a szenzorok fejlesztése, ez a táblák felső részén látható. Adott munkás és nyersanyag felhasználásával egy-egy találmány helyezhető erre a mezőre, minden formából csak egy helyezhető ide, tehát legfeljebb 3 találmány lehet itt. Ezzel egyrészt több kártya húzható, így bővülnek a választási lehetőségek, másrészt pedig vagy azonnal kapunk 2 győzelmi pontot minden ilyen akció végrehajtásakor, vagy pedig állandó erőnövekedés jár értük. Az ide helyezett találmányok elköltöttnek minősülnek, azonban a játék végéig itt maradnak, és így a kártyahúzást bővítő hatásuk folyamatosan érvényben van. A 6. korszak vége fázisban a munkások visszahívásakor az eszme akciómezőkről vissza kell venni az eszmejelölőket. Ez volt tehát az Újföld hírnökei kiegészítő, és a hozzátartozó célkártyával a legtöbb sikeres expedíciót vezető játékos 3 győzelmi pontot kap. A világőrzői kiegészítőben az időkapu újra megnyílik, és hatalmas önműködő exopáncélokból álló sereg vonul át rajta, ezek az őrzők, akikről kiderül, hogy egy alternatív jövő haldokló világtanácsa küldte búcsajándékként, akiket a játékosok hadrendbe állíthatják az eszméik érdekében. A kiegészítőben ezekhez az őrzőkhöz lapkák és műanyag figurák egyaránt megtalálhatók, használjuk azt, ami szimpatikusabb. Az őrtáblát a központi játéktábla mellé kell helyezni. Az őrző exopáncélok kerüljenek az őrtábla mezőire. Az 5 célkártya véletlenszerű kiválasztása előtt keverjük a pakliba a legtöbb hadrendbe állított őrzőkártyát, és amennyiben ketten játszunk, mindenféleképpen le kell fedni a jobb oldali világtanács akciómezőt egy tiltott hexamező lapkával. Ezt az akciómezőt egy őrzővel sem lehet használni. A 3. aktiválási fázisban, amennyiben rendelkezünk saját őrző exopáncéllal, akkor azt a megszokott módon aktiválhatjuk, tehát a megfelelő költség kifizetésével a saját játékos táblánkra helyezhetjük aktivált exopáncélként. Egy dologban azonban eltér a megszokott exopáncélokhoz képest az őrző exopáncélja. Ezek ugyanis önműködőek, így a használatukhoz nincs szükség munkásra. Amikor egy játékos világtanács akciót hajt végre, akkor az akció végrehajtása után, de még a saját akciókörben, az őrtábláról hadrendbe állítható egy őrző is,
amennyiben a játékos meg tudja fizetni a hozzátartozó költséget. Ezek az őrző exopáncélok és maguk a mezők, amelyeken állnak, ugyanolyanok, azonban a kezdeti hadrendbeállítási költségük változó. Amikor egy világtanács akció végrehajtása után őrzőt szeretnénk hadrendbe állítani, ki kell fizetnünk az őrzőhöz tartozó költséget, a költség részeként mindig meghal egy munkásunk, emellett pedig az őrtáblán egy eszmejelölőt kell helyeznünk az adott hadrendbe állított őrzőhöz. A hadrendbe állított őrző a saját készletbe kerül, így a továbbiakban aktiválhatóvá válik. Az őrtáblára helyezett eszmejelölő a játék végéig az őrtáblán is marad, ezeket nem lehet visszavenni a forduló végén. Amikor az ötödik akciókörök fázisban őrzőt használunk, akkor egyrészt nincs szükség munkásra a használatukhoz, és az őrzőket mindig úgy kezeljük, mintha a zseni lenne bennük, így mindig minden lehetséges előnyt megkapnak az akciómezőkről. Emellett pedig van egy akciómező, amelyet csak ők használhatnak. Egy saját őrzőt mindig oda helyezhetünk az őrtáblán, ahol a saját eszmejelölünk van, tehát amennyiben innen állítottuk hadrendbe ezt az őrzőt, kifizetve a költséget, az eszmejelölővel lefoglaltuk ezt a kimondottan őrzők számára fenntartott akciómezőt, így a játék során ezt az akciómezőt csak és kizárólag az a játékos használhatja, akihez az eszmejelölő tartozik. Ezzel tulajdonképpen újabb lehetőség nyílik központi akció végrehajtására, ennek a megszokottakon túl egy víz költsége van. A korszak vége fázisban a munkások visszahívásakor be kell gyűjteni a saját őrzőnket vagy őrzőinket is. Ez tehát a világtanács őrzői kiegészítő, a hozzátartozó célkártyával pedig az a játékos kap 3 pontot, aki a legtöbb őrzőt állította hadrendbe. A szabálykönyv végén a függelékben megtalálhatók a különböző kísérletkártyák, expedíciókártyák és új célkártyák leírása, valamint az ikonográfia. A végítélet árnyékában kiegészítő 3 modulja újabb lehetőségeket, tematikai és mechanikai érdekességeket, változatosságot hoz a játékba. A modulokat egyesével külön-külön is használhatjuk az alapjátékhoz, de akár több modult is használhatunk egyszerre. A készítők azonban a végítélet napja és az újföld hírnökei kiegészítőket nem javasolják egyszerre használni. Akinek tetszik az alapjáték, és még több anachronira vágyik, tegyen bátran próbát a végítélet árnyékában kiegészítővel.